Sziasztok! Most csinálok egy kevés kelkáposzta főzeléket, mert az egyik néző mondta, hogy azt még nem csináltam. Ugye mi a családban nem nagyon szeretjük, de maradt pont egy 40-dek a kelkáposztám a rakott kertből, úgyhogy akkor most az ő kedvéért csinálok egy keveset. Úgy kezdem, hogy tettem fel egy kis fazékba vizet főni, abba beleteszek ilyen picike kis hagymát, vagy egy közepeset, ezt most összesen vágom, beleteszem főni. Egy teáskanál ételízesítőt, ilyen adalékanyagmenteset szoktam használni, amiben nincsen ízfokozó. Teszek bele egy mokkáskanál majorannát, tehát ezzel a kisebb kanállal. Ugye ízlés szerint egy kis őrölt borsot, és egy mokkáskanál őrölt köménymagot. Ja, oda ment. Jó. Tehát nagyjából ez a majoranna, kömény, bors, és egy jó nagy gerezd fokhagymát belereszelek. Tehát ez annyi, mint ilyen, szinte mint három kisebb, mert most ekkora volt a bódba. Ezt belereszelem, tehát tulajdonképpen csináltam egy ilyen alaplevet, és akkor ebben most nemes egyszerűséggel belevágok 40 dek a kelkáposztát, és 20 dek a pucolt burgonyát, és a kelkáposztát is csak ilyen kis, ez ugye meg volt, most van lepucoltam, és ilyen, hát ilyen nagyobb, hát nem annyira nagy, de kockára fölvágom, ugye ez össze is fog esni még, remélem beleférek a lábosba. Ezt simán rádobom, és majd a sót azt ugye megnézem, amikor elkezd, minden benne van, meg elkezd forni, hogy mennyi só kell bele. Tehát így indítom el a főzeléket, és amikor elkezd szépen forni, meg főni, akkor ezt a 20 deka krumplit, én ilyen pici apró kockára szoktam vágni, mert könnyebb úgy enni, ha nem ilyen nagy bumszli kockák vannak benne, és nem teszek bele nagyon sok krumplit, mert nem krumpli főzeléket akarok csinálni, hanem kelkáposzta főzeléket. Hát most annyit csinálok, hogy megvárjon, hogy elkezdjen forni, és akkor ha pár percet főztem a kelkáposztát, akkor teszem bele a krumplit, mert ugye a krumpli az iszonyatosan gyorsan megfő. Azt viszont nem szeretném, hogy a kelkáposzta az kemény maradjon, tehát egyébként a kelkáposzta is pláne, ha ilyen szép zsenge, hamar megfő, és zsemleszínű rántással fogom besűríteni, mert a kelkáposzta főzelékbe egyszerűen kell ennek a rántásnak az íze. Annyi vizet öntöttem a káposztára, hogy így ellepje. És akkor így felforralom, és akkor mondjuk egy 5 percet főzöm forralás után, mielőtt a krumplit beleteszem. Na, 10 percet főztem, mert most kezd ezek az ilyen vastagabb eres részek így megpuhulni. Az igazság, nem szoktam figyelni az időt, amikor csak úgy simán főzögettem régen. De most beleteszem a burgonyát, belekeverem, és ugye akkor hátra teszem. Hoppa, azt hittem, azt nem vágtam el. Majd még egy kis vizet teszek rá, mert úgy látom eltörte, mert főzelékekre ugye nem kell túl nagy mennyiségű víz, hogy a zöldséget tegyük, inkább ne a vizet. Na és ezt most szépen hátrarakom. És akkor hát most csak egy ilyen kis lábosban oda teszek egy kanál zsírt, de lehet egy kis olívóolajon is akár, vagy hát bármilyen zsíradék, amit ti preferáltok. És hát ez a mennyiség, tehát most ugye rántásban egy púpos erőtanál lisztet fogok tenni, és egy ilyen annyi zsíradékot teszek mellé, hogy egy ilyen híg folyós rántás legyen, mert ezzel tök könnyű a besűríteni majd a végén a cuccos
Majd mutatom, hogy hogy pirítom. Na, és a lényeg, hogy annyi zsiradékot tegyetek bele, hogy egy ilyen kis folyós rántás legyen, mert akkor ezt így, ahogy van, hogy meglátjátok, bele fogom tenni a főzelékbe, tehát nem kell higítgatni meg. Elméletileg ugye úgy kéne, hogy a meleg rántást hideg vízzel föl kell húzni, hogy visszahűljön, és úgy kell hozzáadni az ételhez, de ha ilyen folyós, akkor nem tud becsomósodni. És ezt most szép ilyen zsemle színűre, ilyen barnásra megpirítom, mert ez is egy nagyon fontos ízesítő itt a főzeléknél. Közben a főzelék már krumplinak meg elkezdett szépen forni, úgyhogy hát ugye a krumplinak egy 5 perc elég, és sűrítem, és ha kell még majd plusz liszt esetleg bele, akkor csak simán vízzel kikevert liszttel fogom ótolni, de nem szoktam túl sűríteni a főzelékeket. És ezen is már látszik, hogy kezd ilyen nagyon kis lángon csinálom, kezd szépen ilyen színesre megpirulni. Na jó is a rántás, nézzetek meg, tényleg ilyen szó szerint szép zsemle színe lett, de figyeljetek, hogy nehogy megégessétek, mert azért az nem jó. Most ugye levettem a tűzről, ezt áthúzom ide. És akkor csak itt simán elkeverem, hogy minden zsíros legyen, beleöntöm, vigyázzatok ilyenkor a kezetetekre, és szépen bele teszem a főzelékbe. Mondom, ez valószínűleg még nem fogja annyira besűríteni, amennyire szeretné az ember, de az íz belekerül, ilyenkor már a hagymát is, ha megfőtt, ki lehet szedni, de még egyébként maradhat. És most kiforralom, és most fogom megkóstolni majd, hogy mennyi sót kell még beletenni. Aki még akarja, utóízesítheti az alapfűszerekkel, amit tettünk bele, de általában elég szokott lenni. Hát igen, én sejtettem, hogy az kevés. Hát ez megint ízlés szerint, egy ilyen mokkás kanálnyi só szerintem kellett még bele. Ezt most kiforralom, és megnézem, hogy elég sűrű-e. Ja, és sokan fűszerpaprikázzák, ami nem kell bele, hogy kicsit ilyen jobb színe legyen, ugye, mert hát ez ugye önmagától azért nem szokott annyira jól kinézni. Én azt szoktam csinálni, hogy egy nagyon pici kurkumát rászorok. Ez ízben még nem fogja elvinni az ízét, de egy nagyon keveset rászórok, és akkor egy kicsit ilyen barátságosabb színe lesz a végén, nem ilyen. Hát nem mondom, mire hasonlít, szóval kelkáposzta főzelékkel egy baj van, hogy amíg főzött, nagyon erős illata van, és amikor meg kész van, hát ránézésre nehéz, úgymond bizalomkerjesztő főzit csinálni. Na, csinálok még egy kis habarékot, azzal besűrítem, és kész is van. Ezt meg úgy csinálom, hogy egy kevés vízbe, most már csak egy ilyen csapott evőkanálnyi lisztet, mert nem egy lisztképet akarok csinálni, itt simán elkeverek, mint egy habarás lenne, és akkor így kevergetve hozzáadom, és ennyi. És ezt most kiforralom, és már lehet is kóstolni. Most látszik is, hogy most fogta meg annyira. Ja, és a krumpli is egy picikét jobban megfő, ugye annak a keményítő tartalma is még, tehát ez amikor hűl majd, akkor még egy kicsit sűrűbb lesz. Most ezt kiforralom, és akkor lehet kóstolni. Eljött az igazság pillanata, és hát a Johnny is megérkezett, ugye. Látjátok, egy pici kurkumától már egyből ilyen, hát lesz színe, nem egy ilyen szürkés színe lesz. Nem, a fűszerpaprika nem kell a kelkáposzta főzelékbe. És hát, tehát amilyen egyszerűen össze lehetett dobálni, teljesen jó. Mondom, hogy a családban nem rajongunk érte, de egyébként meg egy tök egészséges, finom étel. Csinálok rá valami jó feltételt, és azért egyszer jót fogunk belőle ajánlni mi is. Úgyhogy finom lett, bátran készítsétek el, nagyon egyszerű. Jó étvágyat kívánok hozzá, jó főzés, könnyű kajákat, sziasztok!